Az elmúlt hétvégén zárult az alapszakasz az NB1B piros csoportjában. Az utolsó forduló előtt még jócskán akadtak kérdőjelek, az viszont már korábban eldőlt, hogy a Hübner Nyíregyháza Búság szerzi meg az első helyet. A kék cápák az egész szezonban magabiztosan játszottak, az első vereségét a 9. fordulóban szenvedte el a csapat, majd a hajrában már számukra két tét nélküli meccsen maradtak alul a nyíregyháziak. Viszont 23 alkalommal győztesen hagyták el a pályát Ubijáig, ami azt jelentette, hogy az első feladatot magabiztosan oldották meg Mohácsi Mátéjék. A cápák egyik legrutinosabb kosarasa nem csak játékosként, hanem sportvezetőként is dolgozik a csapat sikeréért. Ezért meg kellett szokni az elején, de azt gondolom, hogy szépen beállt egy rendszer most már, és megtaláltam azokat az időket, amikor el tudom tölteni hasznosan, mint ügyvezető, illetve mint játékos, úgyhogy szinte minden edzésen itt vagyok, és próbálok maximálisan megfelelni az elvárásoknak. Nem mondom, hogy könnyű, mert azért tényleg kevesebb időt a regenerációra, rehabilitációra, de most azt gondolom, hogy most mint játékos kell újra előrelépnem, és a playoffban a pályán kell segítenem a csapatot. Nyilvánvalóan nem ez az év az, ahol a legtöbbet játszom, hiszen egy olyan csapatunk van, ahol 8-10 embert lehet bármikor rotálni, és bárki, aki följön a kispadról, szinte minőségbeli romlás nem is eredményez. Tehát én azt gondolom, hogy a csapatnak ez mutatja az erejét, hogy a kulcsjátékosoknak is sokszor 15-20-25 percnél többet nem kell játszani. Szerintem egyébként rendben volt a teljesítményem, voltak gyengébb mérkőzéseim, de amikor nagyon kellett, akkor én is oda tudtam magam úgy rakni, ahogy illik. Lásd akár a Hepkupa 4-es döntőt, vagy a fontosabb mérkőzéseket. A kék cápák csapatkapitánya Busz Iván elmondása szerint örülnek ugyan az alapszakasz elsőségnek, de a rájátszásban már semmit nem számítanak a korábbi eredmények. Az irányító biztos abban, hogy meg tudják oldani az előttük álló feladatokat. Vannak rutinos, tapasztalt A-csoportot megjárt játékosaink, sőt olyan játékosok is, aki A-csoportban nem megjártak, hanem a kulcsszereplők voltak, csapatuk legjobbjai. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen rájátszásnál, mint minden más sportág, minden más ligába, azért rejtett tartalékokat, amiket az alapszakasz során talán nem veszel elő, ahhoz hozzá lehet nyúlni, és én úgy gondolom, hogy ez így is lesz. Minden fejezet teljesen más sportág kezdődik innentől, itt most már minden meccsnek van tétje, itt nem lehet úgy belemenni egyetlen egy derbibe se, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, kicsit lankadtabb a koncentráció, tényleg maximális koncentráció kell, és 100%-ot nyújtani minden mérkőzésen. A legjobb négy közé jutásért az NKA Pécs lesz a cápák ellenfele. A három nyert meccsig tartó párharc első felvonása szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig kedden 20:30-tól láthatják a találkozót. A további párosítás a következő: BKG Prima Akadémia Budapesti Honvéd, MAFC Veszprém és Salgótarján Vasas Akadémia.